Újra gondolt Csárdás királynőt mutatott be múlt év végén a Csiki játékszín Sebestyén Aba rendezésében. A közismert operetta a jelenkorhoz igazított, újraalkotott szövegekkel, fiatal főszereplőkkel és látványos koreográfiával szolgálja a tisztelt publikumot. De erről, aki a legtöbbet tud mesélni nekünk, az Sebestyén Aba, aki itt is van velünk a stúdióban. Szia, Aba, bujék! Sziasztok, kész csokkolom! Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm! Hát, ha jól látok, akkor igen sűrű évet zártál szakmailag, tele kihívásokkal, vagy tévedünk? Valóban így van, hát valahogy így felgyűltek a munkák. 2020-ban, amikor beköszöntött a Covid, 15-én bezártuk mi is itt a színházat, 16-án pedig nekem a Tatabányai Jászai Mari Színházban kellett volna kezdenem a részegek próbáit, hát abba maradt, azt elhalasztottuk idénre. Tavaly meg kellett volna rendeznem Szabadkán a három nővért, a Covid beköszöntött, korlátozások voltak, maximum 8-an lehettek a színpadon, a szabadkai színpadon, úgyhogy azt is halasztottuk a tavalyra. Úgyhogy így felgyűltek a munkák, a Jorikkal pár bevállalt projektem volt, amire pályázati határidő kötött, úgyhogy ezeket nem lehetett halasztani, és mi azt szokták mondani, hogy a pályázati határidő ugye a legjobb ihlet. Valóban így volt, de hálát adok a Jóistennek, és hát természetesen minden csodálatos alkotótársamnak és társulatnak, ahol dolgozhattam, úgy érzem, hogy érvényes, erős munkák születtek. Mennyire vagy mérlegelő típus? Úgy leszoktál ülni évvégén vagy évelején, és átgondolni azt, hogy milyen éven volt, akár szakmailag, akár apaként, családfőként? Igen, nem vagyok az a könyvelő típus, de hát ezek, a mérlegelés az nap mint nap megtörténik, tehát hogy tudatosan vagy öntudatlanul az ember folyamatosan mérlegel, folyamatosan kételkedik, azt gondolom egy művésznek, színésznek, alkotónak ez egy alapeleme kell legyen, tehát folyamatosan kételkedjen abban, amit csinál, vagy és mindaz, amit ami körülveszi. Igen. El kell mondanom, nálunk a családban egyébként is így hagyománnyá vált egy évvégi kupaktanács. Leülünk a karácsonyi fa alá, és éjfél előtt néhány órával leülünk és elbeszéljük a legkisebbtől a legnagyobbig, hogy mi volt a legjobb, legrosszabb az elmúlt évben, és mit várunk a következő évtől. Úgyhogy ez megtörtént nyilvánosan is, megtörtént magamban is. Uh-huh. Úgyhogy ismétlem hála. Mindig azt szoktam mondani, hogy az ember merjen és tudjon hálát adni mindannak, ami volt, és ami van, amíg van. Most a Csárdás királynőből idéztem egy kicsit. Igen, és lányod hát, van. Igen. Kisfiút nem szokták kérni? Volt ilyen kívánság, de kinőttük ezt a kívánságot. Volt. Hát említetted ugye Csárdás királynő, és hát rengeteg rendezésedről beszélhetünk, de most minket a Csárdás királynő fogott meg, és hát sikeres volt a bemutató, a visszhang alapján igazán nagy sikert tudhattuk magatoknak. Hogyan értékelnéd te most így ilyen rövid távlatban azt az előadást? Az, hogy az előadás valóban sikeres lett, én is így látom, így gondolom, az annak is köszönhető, hogy olyan alkotótársakkal vettem körben magam, akik tényleg nagyon inspirálni tudtak, és egymást inspirálni tudtuk az, hogy ez valóban egy különleges Csárdás királynő legyen, és a mából szólaljon meg, és úgy le tudjuk hántani, le tudjuk bontani azt a fajta csiricsárét, gicset, ami sajnos sok-sok múlt évek belé, vagy régi interpretáció során ráragadt erre a csodálatos nőre, ami a Csárdás királynő. Tehát itt hadd említsem meg név szerint is, hogy az alkotótársaimat, Sós Beáta díszlettervező, Hadházi Rebeka jelmeztervező, Székely Csaba alkotótársam, drámaíró, dramaturg, Bene Zoltán zenei vezető, hihetetlen csapatot hozott össze, ő is munkát végzett, és utoljára, de nem utolsó sorban, Bodor Johanna, koreográfus, a Halhatatlanok társulatának tagja, hát fantasztikus, megfeszített, erős munka volt, de azt gondolom megérte, tényleg egy különleges dolog született,
rendkívüli érdekessége, hogy valóban egy nagyon fiatal szereposztással játszunk, tehát, hogy a két főszereplő 20 éves, az Edwinünk, talán soha ilyen szereposztásban nem játszották a Csárdás királynőt, hogy a Bonvivan az Edwin 21 éves, most frissen diplomázott a kolozsvári színművészeti egyetemen. Tehát van, ettől kapott egy frissességet, egy különleges báját az egész. Természetesen eleve az alapszándék az volt Csabával, amikor először felhívtam, már amikor felkértek, mondtam, ezt úgy éri megcsinálni, hogy megcsináljuk, úgy éri meg színpadra vinni, hogy megteremtjük, megcsináljuk a saját forgatókönyvünket. Ebben volt Székely Csaba a nagy segítségemre. Megpróbálunk a mából fogalmazni, amennyire a jogvédők megengedik, vagy megengedték, hát... Mennyire lehetett változtatni? Hát nem nagyon lehetett, én többet reméltem ettől az átirattól, mi abban biztunk egy picit, hogy többet tudunk belevinni. Nem nagyon engedték, de azért mégiscsak sikerült egy olyan fajta kiskaput találni, ami mégiscsak a miénké varázsolta a történetet, és a mából, a 21. századból tudtunk megszólalni. Hát egy hadd ne spoilerezzek, egy keretjátékot találtunk ki a történetnek. Amúgy miért pont a Csárdás királynő? Tehát ugye Kálmán Imre legjátszottabb, legnépszerűbb műve ugye a magyar operett irodalomban. Miért pont ráesett a választás? Hát mert ez a legjobb. Tehát azt gondolom, hogy a szövegkönyv szempontjából is ez ajánl a legtöbbet. Uh-huh. És hát zeneileg csodálatos. Tehát, hogy ennyi fajta műfajú zene szólal meg benne. Tehát a legnagyobb áriáktól, a jazz hangzáson keresztül, a swing, a chanson megtalálható benne, a modern musical Gershwin hangzások felelhetőek ebben a csodálatos operettben. Tehát rendkívüli izgalmas. És hát a szövegkönyv is, tehát hogy mi volt az alapkiinduló pontunk, az, hogy a Csárdás királynő az eredetiben is onnan indul, hogy a század elején egy régi letűnt korszakot jelez, egy régi társadalmi rendnek, vége a régi osztrák-magyar monarchiának, ott a világháború, a nemzetek kezdik felkapni a fejüket, erősödik a nacionalizmus, a szélsőséges nacionalizmus, az antiszemitizmus, tehát felborul egy régi világrend, elkezdődik valami bizonytalanság. És ebben élünk most is. Mm. Tehát mióta beköszöntött, ez a szörnyűség, amit Covidnak nevezünk, tehát valahogy kihúzták a szőnyeget a lábunk alól, és úgy éreztem, kötelességünk ebből az életérzésből fogalmazni. És természetesen miből? Tehát, hogy a legkiszolgáltatott, nem csak mi, mindenki kiszolgáltatott volt, de hát mi művészek egyszerűen tehát képtelenek vagyunk a néző jelenléte nélkül létezni. Uh-huh. És pontosan ebből indul, ha ennyit áruljak el, ebből indul a történet, a keretjáték, hogy egy társulatnak leállítják a munkáját. Egy turnénak véget vetnek, és ezek azt mondják, elmennek a hegyekbe, és keresnek egy olyan helyet, ahol nincs Covid, nincs ellenőr, és hadd mulassunk egyet, és énekeljünk, bulizzunk, és akkor innen kezdődik a Csárdás Király. Ez egy jó koncepció amúgy. Először rendezel Csíkszeredában. Hogyan fogadott a társulat? Tehát egy nagyon nyitott, nagyon dinamikus, lendületes társulatot találtam. Hozzátartozik, hogy gyakorlatilag úgy érzem, hogy hazamegyek Csíkszeredába, hiszen 20 éve, 20 valahány lassan, több mint 20 évvel ezelőtt, amikor Panászka Miklós megalapította a Csíki Játékszínt, én akkor szatmári színész voltam, Panászka Miklós pedig akkor még szatmári igazgató, tehát az első darabokat, az első évadot gyakorlatilag a szatmári társulat előadásaival tartottuk meg Csíkszeredában, tehát Mágnás Miskától elkezdve Róma és Julián keresztül bérletben játszottunk ott előadásokat, tehát Hogy tudom, hogy indult az a színház, tehát ilyen szempontból többféle szálon kötődöm Csíkszeredához, ne beszélve ugye, hogy a párom csíkszeredai, de maga a társulat is, hát nagyon sok volt diákon található ebben a társulatban, és hát büszkeséggel nyugtáztam, hogy ezekből nagyon erős, intenzív jelenléttel bíró és élő színészek lettek. Tehát, hogy kíváncsiság van, derű van, hál' Istennek, és optimizmus van, ami nagyon-nagyon fontos. Akár Csárdás királynőt csinál az ember, akár mondjuk Csehov Ványa bácsit.
Fontos az, hogy úgy várjon egy csapat, hogy derűvel és kreativitással és tenni vágyással. Volt már veled olyan, hogy ellenállást kaptál egy új rendezésnél egy idegen csapattól? Nem volt ilyen, pedig tényleg hál' Istennek dolgoztam több társulatban. Kétkedést, azt igen, és annál nagyobb kihívás volt megnyerni. Tehát, hogy volt olyan társulat, hogy nem, hogy voltak olyan keresztkérdések, hogy azért az ember fel kellett kösse a gatyáját, de akár kekeckedős keresztkérdések is mondjuk egy koncepcióval kapcsolatosan, de én szeretem az ilyeneket, mert mindig azt szoktam mondani, bártan kérdezzetek, mert engem is segítettek megvilágosodni. Tehát, hogy fontosak ezek a dolgok, és ezeket a helyükön kezelni. Én amúgy dolgoztam a Bával, és én azt szerettem amúgy, hogy szabad kezet adsz a színésznek. Tehát, hogy tudtunk, mertünk létezni és mertünk alkotni, de úgy a háttérben te nagyon szépen egyengeted a színészek útjait, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy te valamikor is konfliktusba keveredtél volna, vagy keverednél a jövőben színészekkel. Valóban... Szakmában sokfélék vagyunk. Az is igaz. Valóban jól látod, és nagyon sokan ezt mondják, tehát nem csak színészek, akár zeneszerző, koreográfus, vagy díszleti elemeztervező alkotótársra is nagyon fontos, hogy elinduljunk egy úton. Tehát, hogy minek nekem akkor jelmeztervező, vagy díszlettervező, ha én eleve tudom, hogy mit akarok csinálni, akkor megcsinálom, és kész. Tehát nagyon fontos az, hogy elinduljunk egy úton, egymást inspirálva, egyik téglát a másikra rakva tudjunk dolgozni. Tehát, hogy itt hiába szabom meg előre a színésznek az összes érzelmi skáláját, akkor mit tesz ő hozzá? Tehát nagyon fontos az, hogy és sajátjának, magáénak érezze, a munka úgyis közös. Így van. Így tehát, hogy a színház csinálásban ez a legszebb, hogy adok és kapok, adok és kapok. Ez működik a munka folyamat alatt jó és szerencsés és egészséges esetben. És hát, ha ez a munka folyamat van, valószínűleg a percepció is ilyen lesz, hogy a néző is ad és kap, és ad és pontosan, kap. Pontosan, így van. Hát ez a csodálatos. Én amúgy még nagyon kíváncsi vagyok, említetted ugye Bodor Johannát, én dolgoztam vele, és egy keménykezű koreográfus. Hogyan fogadtam ugye Csiki társulat? Összerántotta egy kicsit a társulat? Hát, hogy ne. Imádták. Folytott volt a tizzadság? Igen, de itt most nem volt nagyon idő annak idején, mikor itt a Könyves Kelement csináltuk, emlékszem, hogy azért egy kemény fizikai alapot is nyújtott nekünk, tehát kemény tréningeket csinált, nem volt most erre idő. Tehát beszéltük volna, hogy gyakorlatilag nincs idő arra, hogy mondjuk egy órát a 4 órás próbáról fizikai erőlétre szánjunk. Muszáj volt minden percet konkrétan a munkára, magára, a produkcióra fordítani, de volt izzadság, volt nehézség. De Johanna munkájában az a csodálatos, hogy egyébként tehát az egyik botfülű vagy botlábú embernek is kitalálja pontosan, hogy szervesen illeszkedjen egy bonyolult koreográfiában. És a végeredmény az lesz biztos. A végeredmény csodálatos. Tehát, hogy izzad a színész, de a vége az jó. De tényleg sok jót hallottunk az előadásról, úgyhogy szerintem mi egyszer élünk a lehetőséggel, és meg fogjuk nézni, és mindenkinek ajánljuk. Abba téged még nem engedünk el, mert szeretnénk meglepni valamivel. Na. Nem kérünk arra, hogy énekelj. De ha gondolod, akkor esetleg darra fogadod. Átadunk pár üzenetet, és kérlek, maradj velünk. Jó, legyen így. Itt van velünk ismét Abba, akit nem engedtünk haza, mert egy meglepetéssel készültünk neki. Mit gondolsz, mi lesz ez a meglepetés, Abba? Van bármilyen ötleted? Egy kórus mű, egy dal. És mi ketten adjuk el. Ja, vagy mi táncolunk, és te énekelsz, hogy gondolod. Nem, egy kicsit segítünk. Annyit elárulunk, hogy hamarosan kapcsolni fogunk valakit neked az online térben. Persze ezt így nagyon nehéz kitalálni, hogy ki, de most segítek neked. Na. 1991. május 31-én udvaroltál neki, vagy ő neked. És azt is mondjuk, hogy hol? Vagy nem? Párizsi módra. Talán. Vagy francia módra. Persze nem civilben, hanem a színpadon. Ja. 91-ben? 91. 91-ben még nem voltam az egyetemen, hanem végzős
Suli Sultam, úristen, 30 éve lesz az idén, hogy sokat ültetek együtt, nem börtönben. És a neve talán egy valami, egy cárnőre is emlékeztethet téged. Van egy ilyen cárnőnk. Gondolkodj Székelyföldben. Nem tudom, annak idején tudom, volt egy diákszínházi csoportunk. És színre vittük az ember tragédiáját, mivel több helyen voltunk, például a Csurgói Fesztiválon, 1992 Csurgói Fesztivál, ember tragédiája, rendezte Salamon András. Igen, ki volt a párod? Hát több párom volt, több színben voltam egyébként, Ádám és Lucifer is, igen. És más is. Nem, most írtelen nem tudom, tényleg több. Nézzük szeretnéd meg. Kitalálni, vagy mutassuk meg? Mutassuk meg. Na, nézzük akkor kérjük a kollégákat. Tormaka. Abba Kati, Kati, abba. Szia! Szia! Ó, Isten. Na jó, meglepetés. Csokkolom, igazgató. Szia, abba. Szia. Ő volt az egyik partnered valamelyik színben, talán Párizsban. Párizsban is, igen. Lehet, hogy a Falansterben is ott voltunk együtt, de többen voltunk egyik. Na, de egy kicsit meséljetek a ti kapcsolatokról. Igen. Pattársak voltatok az iskolában? Lehet, hogy pattársak is voltunk, de hátuk mögött ültem, arra emlékszem. Kati, ki mire emlékszik? Hát én arra emlékszem, hogy jött abba Köpecről, és nagyon aranyos volt, nagyon akart, de sok hiányossága volt, mondjuk így. És akkor egymásra találtunk úgymond a színház szeretetben, és akkor úgy elkezdtük plátyolgatni egymást. És akkor aztán volt, amikor kaptársak is voltunk igaziból, de hogy mindig egymás mögött ültünk, ezt tudti biztos. És mivel nekünk egy nagyon híres és hírhet osztályunk volt, ezért egy halom dolgot együtt csináltunk. És én úgy emlékszem, hogy az Ádám Éva az a párizsi szín volt, amikor pestises lettem, és ömlött a vér a számból, emlékszel? Igen. Hát, milyenek voltak ezek az iskolai évek? Mire emlékeztek? Hát, hogy én tudom, hogy talán 9. vége fele kerültem oda, és valóban egy rendkívül összeszokott elit csapatba kerültem, ahol Oszi bácsi, Salamon András már évek óta tanította őket, és hát rendkívül irigyeltem, és felnéztem rájuk, hogy milyen szépen összetartanak, és gyakorlatilag másfajta nyelvet beszéltek. De nagyon örülök, hogy segítettek nekem is annak idején felzárkózni, úgymond. Emlékszem, volt egy pár olyan fogalmazásom, vagy pár olyan megnyilvánulásom magyar órán, hogy azért maguk közé fogadtak. Persze nehéz volt faluról fölkerülni egy ilyen osztályba, és főleg én úgy kerültem akkor Sepsiszentgyőre, hogy nem is magára az irodalomért, hanem én sportra aktívan fociztam. Tehát nekem az volt a fontos az életcélom, nem színészkedés, nem magyar, egy idő után magyar bölcsészkar, magyar-német szakra készültem, de közben azt mondta, a focit nem hagyom. És hát a színház vírusával ez a társaság és Salamon András, Oszi bácsi beoltott, és hát 11. végétől már határozottan a színészi álmakat dédelgettem. Nagyszerű. Abba, emlékszel arra, hogy egy halomszor elkéstél az órákról, de soha nem úgy jöttél be, hogy elnézést, bocsánat, hanem volt neked egy színpadi bejövésed, egy megérkezésed. Az milyen volt? Mesélj, Kati, mesélj. Mindig mondta, hogy belőled csak színész lehet, mert te tudsz megjelenni, megérkezni. Még egy órára is, nem csak a színpadra. Erre emlékszel? Hát a megérkezés feszültségét valamivel oldani kellett, bocsánat, a késés feszültségét. Érdekes, hogy Oszi bácsi is erre emlékszik. Tavaly volt egy könyvbemutatója, ha jól emlékszem, tavaly előtt. Magammal vittem a 11-12-es piros magyar füzetemet is.
a jegyzeteimet, amit a magyar órán jegyzeteltem, és ő is erre emlékezett, hogy hát igen, volt egy olyan óránk talán 1-től 2-ig, vagy 12-től 1-ig, hogy én mindig átmentem a Mikóba ebédelni, és akkor mindig valahogy 5-6-7, néhány percet, vagy csak fél, késtem, és hát bocsánatot kérek most, én sajnálom, és hát valahogy kellett oldani a feszültséget, valahogy ezt úgymond szimpatikussá kellett tenni, valahogy kellett, és így jött ki belőle. Hogy védetélve, mit csináltál? Nem tudom, mit csináltam. Vagy átestem az ajtón, vagy nekiütöttem a fejemet a félfának, és akkor rögött az egész osztály, és akkor valahogy Oszi bácsi se teremtett annyira le, hanem takarodjon a helyére, vegy elő a füzetét, ennyivel megúsztam. Amúgy milyen humoros pillanatokra emlékeztek még? Valami jó sztori középiskolából, biztos, hogy rengeteg van a tarsolyotokban. Mondjam? Magam mondjad. Mondjam. Arra emlékszel, amikor összeírtuk a falat az osztályban? Igen. Igen. Tehát, hogy volt egy ilyen műanyag borítója a falnak, és eldöntöttük, hogy odafelírjuk az idézeteinket, az érzéseinket, az érzelmeinket, és lekerül egy óriási nagy cirkusz. Hát, igen. Ez kiesett, ugye? Vagy nem emlékszem már erre? Hát én csak a szépre emlékezem. Akkor jól sejtem, akkor abban egy ilyen csintalan diák volt, nem? Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy abban félénk volt. Be kellett illeszkedni. Igen, és aztán könnyen felzárkoztál. Hát igen, tudod. És az meg van, amikor elmentünk az új osztályunkhoz, és vittük neki egy tévét. Igen. Igen. És mi volt benne? Mi volt a dobozban? Arra már nem emlékszem. Nem viccelsz! Nem, tényleg nem emlékszem arra. Tele volt popcornnal, és benne ült Nagy Jócó. Nagy Jócó, barátom. Én annak idején ez volt a sláger. És azt hiszem neki, hogy annyira szeretjük, hogy meglepjük egy színes tévével. És ki volt benne Nagy Jócó és a halom popcorn. Igen. Meséljétek egy kicsit a színjátszókörről. Salamon András alapítottam, Salek bácsiként is már. Uh-huh. Ő nem tudott részt venni ma ebben a beszélgetésben, de most figyelt titeket. Jaj. Jaj, jaj. Nagyon sok színészt indított ő. Uh-huh. Nagyon jó útra valóval. Valóban így van, tehát én határozottan neki köszönhetem azt, hogy mondjuk tényleg erre a pályára léptem. Hálás is vagyok, tehát hogy ezzel a fajta áldással vert meg. Nagyszerű időszak volt, és ismétlen, tehát én azt annak idején, amikor volt a tavaly előtt a könyv bemutatója, én azért is vittem a piros füzetemet, mert az egy útra való. Az mai napig a legfontosabb könyveim között van. Tehát ott benne van az esztétikai értékeknek a leírása tól elkezdve Petőfi költészetétől egészen Ionescon keresztül Szilágyi Domokosig verselemzések. Igazából mi volt, tehát hogy Saleknek mit köszönhetek, vagy köszönhetünk? Megtanított gondolkodni. Uh-huh. Megtanított, az beszélgetésünk elején is mondtam, hogy megtanított kételkedni, ami egy alapvető dolog. Uh-huh. Alapvető dolog. Onnantól kezdve mindenkinek a saját kezében van a sorsa, de talán ez a legtöbb, amit egy tanár adhat egy diáknak. Uh-huh. Ezt most én most egyetemi oktatóként is így érzem. Uh-huh. Nem lehet és nem is kell mindent megtanítani, uh-huh. de ha ezt, az egy fontos dolgot a diáknak át tudjuk adni, akkor azt hiszem, hogy a legtöbbet adtuk át, és ezúttal is köszönöm. Uh-huh. Kati, benned megfordult, hogy te is színészi pályára lépj? Hát igaziból nem. Dramaturgiára akartam menni második egyetemre, de aztán valahogy meggondoltam, mert vezették be azt, hogy a második egyetemért már kellett volna fizetni, és akkor azt mondtam, hogy majd valamikor, de a színház az egy örök szerelem maradt nekem, és tényleg mindig annyira jó érzéssel tölt el az, hogy színházértőként megyek be mondjuk a színházba, és mindig mindenek fölött van nekem a színház, viszont az is, hogy az erdélyi magyar színjátszásban ott vannak azok az emberek, akikkel annak idején együtt embertragédiáztunk, illetve a
következő generációk is, nem csak színészeket, hanem dramaturgokat, rendezőket, és nagyon sokat köszönhet az erdélyi magyar színjátszás szerintem a Szibácsinak. És egyébként ő ebben a könyvében, aminek 2 évvel ezelőtt volt a bemutatója, abban, annak az előszavában meg is említi ezt, hogy ez valahogy egy ilyen közös munka volt, ő meg a diákjai, de tényleg mondjuk én tanárként rengeteget köszönhetek neki. Tehát nekem ő az egyik modellem. Én minden nap, minden reggel úgy megyek el iskolába, hogy úgy szeretnék továbbadni valamit, ahogy ő nekünk, mert én biztos vagyok benne, és akikkel eddig beszélgettem és tartom a kapcsolatot, mindenki azt mondja, hogy meghatározta az élet útjukat, és az értékrendszerüket mindenképp. Tehát, hogyha ilyen pedagógusokból lenne sok, akkor sokkal jobban állnánk. Most sem állunk rosszul, de azért sokkal jobban állnánk. Tehát az egy dolog, hogy színház szeretett, de irodalom szeretett, és egyáltalán művészet élvező ki válni, és na, hát olyan emberek ki, akik próbálnak valamit letenni az asztalra, nem tud úgy túlélni. Emlékszem arra, amikor 92-ben volt a nem tudom hányadik kolokvium Sepsiszentgyörgyön fesztivál, és Tompa Gábornak az előadása, a kopasz énekesnőt néztük meg. Úgy mentünk el, arra figyelmeztet, olvassátok el azelőtt a kopasz énekesnőt. De arra színházi élményre, hát azt elfelejthetetlen. Egyébként is az ember nem olvasta volna el, de hogy úgy néz, és ez örök életre megtanított, tehát hogy felkészül, hogy tudjál néző lenni, tudjál befogadó lenni, és emlékszem, hogy mekkora reveláció volt. Na, azt az előadást azután nem tudom, 10-valahányszor láttam különböző helyszíneken, bukaresti fesztiválon tól elkezdve, és legutoljára azt hiszem, nem tudom, már mielőtt levették volna a műsorról, láttam Kolozsváron az eredeti helyszínén. De erre nagyon emlékszem, hogy például arra az előadásra 17 éves fejjel úgy ültem be, hogy azelőtt néhány órával fejeztem be, olvastam az utolsó néhány replikát a szövegkönyvből. Tegnap találtam egy 92-es feljegyzését a Világhálón Salek bácsinak, amit komolyan csodáltam, hogy zseniális, ahogy összeszedte 10 pontba, hogy hogyan indított el titeket Magyarországra. Hogyan viseljétek a székelységeteket, mit szabad, mit nem szabad, ne legyetek buták, de túl okoskodóak sem. Szóval zseniálisan megfogalmazta, és igen, ő nem egy egyszerű. Hát, tudom, hogy ilyen meglepetés van, nekem mai napig megvan, elhoztam volna a csurgói pólom a 92-es, de ígérem, hogy a 30 éves találkozónkra az idén elviszem, sőt, okay. Ha Isten megsegít, nagyon szeretném, hogyha az előadást, amit a tavaly rendeztem, ami a 30 éves osztálytalálkozóról szól, Bódi Attila, Lázadni veletek akartam, hogy el tudnánk játszani tavasszal, nyáron valamikor. Okay. Ha hamarabb nem, akkor Szent György napkor. Na, hát reméljük, jó. Hogy sikerült titeket meglepnünk, és igen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Még annyit áruljatok el nekünk, hogy így most több mint 30 év távlatában, hogyha egymásra néztek, akkor mit láttok egymásban a gyermeki múltból? A kicsi Kati és a kicsi Jama. Kati olyan bájos, mint régebb, és mindig határozott, és ilyen vezető típus volt, meg is találta a helyét, ehhez gratulálok. Ha jól tudom, ugye? Tehát a Mikes Kelemen Líceumot... De már nem. Már nem. De tudom, hogy volt ilyen korszakot. 7 évig csináltam, mint a mesében igen? A szolgálulás. Ja, jól van. Akkor a legfőbb hivatásnak, a magyar tanárságnak élsz. Az a tanári hivatás, ezt nem hagytam magam. Jól van. Kati, te mit látsz a bába? Hú, hát én azt látom a bában, hogy sokkal-sokkal profibb lett, mint annak idején ott nagyon-nagyon szerénykedve elindult ezen a pályán, vagy azt tudta, hogy elindul-e vagy nem. Hát én nagyon csodálom, és ezt most nem azért mondom, mert itt van, hanem akárhányszor látom őt valamilyen színben, valamilyen posztúrában, mindig ráírok egyet, és megmondom, hogy ez is pont úgy volt, ahogy szerettem volna. Tehát, hogy szerintem ugyanúgy gondolkodik, és nagyon jó dolgokat tett le az asztalra, úgyhogy büszke lehet magára, szerintem Oszi bácsi is büszke rá, úgy gondolom. És meg minden találkozón ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, nem? Igen,
ez valóban, ez nagyszerű dolog, és hogy sikerült ezt a kapcsolatot mondjuk úgy tartani, és hát nyilván, hogy neked ilyen szempontból valahogy könnyebb, és ezért köszönöm, mert hogy hányszor megfordulunk előadással Szentgyörgyön, tehát Kati ott van, tehát és mindig megvár, vagy találkozunk, vagy két keresetlen szót mond. Ezért hálás vagyok. Reméljük, hogy személyesen nektek is fogtok majd minél hamarabb igen, találkozni. Hogy folytassátok ott legközelebb, ahol most abba hagytuk. Úgy legyen. Bízom abban, hogy együtt lázadunk majd az idén. Tehát így van. Jó. Mindig is. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, és nektek is köszönöm a meglepetés. Csók.